Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. És ma este, ahogy minden szerdán este, Kérdezd a Rabbit. Ez a programunk. Várunk a kérdéseket a kommentekben, és Isten segítségével próbálunk válaszolni rájuk. Több kérdés maradt még a múlt hétről, de hát ezt újra fel kell hozni, mert lényegében az a jó, amikor itt szerepel a kommentekben a kérdés, mindenki látja, és akkor arra lehet válaszolni. Közben már a elul hónapban vagyunk, már új évi hangulat van, készülünk a Rosh Hashanára, az új évre. Ez a hónap az a Teshuva, a megtérés hónapja. Gondolom, hogy ez a kérdésekben is érezhető lesz. A múltkor is kérdeztek Rosh Hashanáról, Sófárról és hasonló kérdésekről. Az egyik kérdés az volt, hogy lesz az újévi Rosh Hashaná és Jom Kippur ima, ha nem lehet a zsinagógában lenni. Erről egy hosszabb választ írtam, azt lehet látni a zsidó.com-on, egy része belőle lejött múlt héten a Good Shabbos-ben, de a nagyobb hosszú választ azt lehet találni a zsidó.com-on, és hát egy érdekes precedenst idéztem, a 1831-ben volt akkor egy nagy kolera járvány, és sokkal rövidebb időre volt csak megengedve a zsinagógában maradni, és akkor Rabbi Akiva Eiger, ez a pozsonyi rabinak az apósa volt, leírja, hogy melyek azok a költeményeket, amit lehet kihagyni, úgy, hogy az ima rövidebb idő alatt legyen lehetőséget befejezni. Első kérdés, mi lesz a nagy ünnepek alatt, hogy zajlik? Hát a nagy ünnepek, ugye az Rosh Hashaná és Jom Kippur, az új év és az engesztelés nap, az minden évben ugyanaz, illetve minden évben egy új élmény, és ha itt a járványhelyzetre utalsz, Chaim, akkor már megelőztelek, és már utaltam arra a hosszú válaszra, amit írtam, és a zsidókomban található a Kérdezz a Rabbit rovatban. Kosher meetup. Mit lehet tudni róla? Kosher meetup az itt a Sip utcában egy újabb kezdeményezés, hogy eddig a két általunk kosher pecsétes étterem van, az egyik az a húsas, a mind a kettő a Kazinci utcában, húsos az egyik oldalon, a teljes a másik oldalon, a teljesnek a neve az valahogy Tel Aviv, a húsos az épp nem jut eszembe. A Carmel, a húsos a Carmel, és most pedig a meetup az, ahol ilyen szendvicseket, húsos ilyen rántott csirke és szendvicseket lehet kapni. Én úgy tudom, hogy a jövő hét elején megnyílik újra, mert az volt a rossz szerencséjük, hogy épp a vírus kitörése előtt megnyílt, aztán sajnos ugye minden zárva volt, most akarnak újra nyitni, nagyon sok sikert kívánnak nekik, én szerintem szükség van rá egy ilyenre itt a közösségben. Szóval remélem, hogy tényleg hamarosan fog kezdeni, indulni, és sokan fognak ott oda járni. Én úgy tudom, hogy házhozszállítási lehetőség is lesz.
Jánnak van kérdés, a héten szó volt a házas életről, a mikve micvajáról, a tisztolás után. De mi a helyzet, ha már nincs a tisztolási folyamat, akkor mi a kérdés? Ha nincs a tisztolási folyamat, ez azt jelenti, hogy már nincs ciklusa, akkor az utolsó ciklus után jár a feleség mikvében, és aztán az élete végéig már nem lesz nidas, nem kell újra menni a mikvében. De ha az utolsó ciklusa után, mondjuk 45 évesen volt az utolsó ciklusa, és nem járt mikvében, akkor akár 80 évesen még mindig nida, és tilos a házastársi kapcsolat. Mert a nida állapot az csak a mikve alamerülése, a mikve rituális fürdővel múlik el. No, Pálinnak van kérdés, és szeretnénk tanácsot kérni, hogy kezeled, ha egyáltalán van ilyen veled, a napközben például kora délután, vagy este fele, esetleg este késen rátör a fáradtság. Különösen, ha intenzív munka, tanulás közben, után fordul elő, nagyon fontos nekem, mert szeretném intenzíven kihasználni a napjaimat. Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor fiatal voltam, ma is fiatal voltam, de akkor még a fiatalabb voltam, akkor ilyen kérdésem nem volt. Annyi energiám volt, hogy ha nagyon kellett, akkor egész éjszaka át nyomdaman kellett adni az egyik kiadványunk, az talán valamelyik ünnepi imakönyvet. Reggelig egyfajtában dolgoztam, és ment nyomdában. Ilyen probléma nem volt, de később rájöttem, hogy mégis az embernek a pihennie is kell, ez nagyon fontos az egészségének, és a tanulásnak is segít, az ember teljesen tiszta fél áll hozzá a tanuláshoz. Idővel ugye már nem vagyok olyan fiatal, mint régen, akkor rájöttem erre. És az a tapasztalat, amit én láttok, ha benne vagyok egy nagy munkában, akkor soha nem vagyok fáradt. Fáradt két munka között vagyok, ha épp nincs valami leköt engem, akkor lehetek fáradt, de ha nagyon muszáj, akkor lefekszem napközben is egy órára. Az egyik haszidizmusi tanárom, aki tanított haszidizmus, egyszer azt mondta, egy nagyon okos dolog, azt mondja, ha most nem fogsz enni mindent, ami az asztalon van, azt nem kell pótolni. De most, amikor aludni kell, nem fogsz aludni, azt pótolni kell, mert fáradt leszel, és nem fogsz tudni tanulni, dolgozni, ahogy kell. Szóval nem szabad a pihenési időt nagy könnyűnek venni. Nem mondom, hogy nagyon sok időt, ilyen kell 10 órát aludni, általában az gyerekeknek való, de az embernek pihennie kell, mert így kap lesz az embernek ereje és energiája. Tamás, ha már kóse vendéglők, sajnos nincsenek turisták, akik a vendégkör nem kis részét jelentik. Nélkül is itt tudják működni. Én nagyon remélem, hogy igen, és az egyik tulaj, a Györfi Laci, azt mondta mindenképpen most meg fogja célozni nem a turistákat, hanem a helyi zsidókat, vagy esetleg a nem zsidókat is, és kívánunk neki sok-sok sikert. Ne felejtsünk el, hogy Párizsban több zsidó van itt, de arányosan nem annivel több, és Párizsban azt hiszem, hogy 300 kóser vendéglő van. Szóval ehhez képes három vendéglő itt Budapesten, az nem sok a helyi közösségnek. Chaim, hogy megy a ZTS, milyen ez neked? Hétfőn is kedden, tegnap is tegnap előtt végig tanítottam az egész napot egy-egy rövid szünettel. Én nagyon élveztem, de utána
utána lemerültem, és kapcsolódik a Bálintnak a kérdésehez, hogy utána lemerültem. Ezen kívül még minden nap tanítok a hébert, és első napon múlt hétre mondtam nekik, hogy lehet megtanulni héberül pár nap alatt, és tényleg 6 alkalom után már tudtunk héberül olvasni, most már csak gyakoroljunk, olvasunk, hogy még jobb és még jobb legyen, de alapszinten már tudunk olvasni héberül. Ezt mondom mindig az embereknek, hogy lehet megtanulni olvasni héberül, nem nehéz, de utána kell sokat gyakorolni. Minden nap 10 percet, 20 percet, ez nagyon sokat fog segíteni. Én azt hiszem, hogy a JTS, a Zsidó Tudományok Szabad Egyeteme, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó projekt. Nagyon sokan itt is van, kapnak egy ilyen átfogó képet valamennyire a zsidóságról, és ez egy nagyon jó indulási folyamat. Háinnak van egy újabb kérdése. Mennyiben nézik ezeket a Facebook előadásokat, és utána a videókat? Be kell vallanom, hogy nem tudom. Az egyik webmestert is, épp az Andrist kérdeztem, azt mondta, nem nézte a számokat, de én, nekem az az állásom ezekben a kérdésekben, hogy minden ilyen óra, ami videón van, az, ha nem most nézik, akkor jövő héten, 2 hét múlva, 2 év múlva, vagy 20 év múlva is lehet nézni, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos anyag, álló anyag, és ha valakinek valaki érdeklődik, akkor mert ott lesz, várni fog rá. És most azt kell tudni, nem minden óra az látható a Facebookon, de ha jól tudom, minden óra az fel van véve, és gondolom, hogy későbbi időben az is látható lesz. Szóval a zsidóságnak a legnagyobb ellensége, mindig szoktam mondani, és is ismétlem magamat, az a tudatlanság. Az, ami a zsidóság ellen, ami a tudatlanságot tesz a zsidóság ellen, az senki nem tud olyan sokat ártani a zsidóságot. Az ember nem ismeri a zsidóságot, akkor előítéletes, mindenféle babonát elhisz, vagy ilyesmi. Mert honnan tudna? Honnan tudna, hogy ilyen értékes dolog van neki egy 3000 éves hagyomány? Ha megismerkedik vele, akkor megnyílik előtte egy új világ. Onnának van kérdése, van a lehetőség valahol Tanyát tanulni magyarul, esetleg online lehetőség van. Én úgy tudom, hogy a zsidó.com-on van egy csomó videóóra, vagy hangóra a Slomóval, a Tanyának a fele, kétharmada ott van, szóval mindenképpen érdemes azt megnézni. Chaim azt írja, én is JTS-en kezdtem, köszönöm nekem, nagyon hasznos volt. Hogy látod, mennyit változnak azok, akik eddig már végeztek? Én úgy láttam, hogy mindenki változik, mindenkinál ez egy komoly lépés a zsidóság felé. Van nagyobb lépés, még nagyobb lépés, még nagyobb lépés, de mindenkiben ez erősen erősíti bennük a zsidó identitást. És már ez a nagy tudatlanság, az nincs. Természetesen még sokat lehet tanulni ezután, ugye a jópap holtig tanul, éjjel-nappal lehet tanulni, nekem is rengeteg hiányom van, még lehet látni itt a háttérben ezek a könyvekre, még mindig szükségem van rájuk, még mindig kell tanulni belőlük, de mindenképpen az első nagy lépés, hogy ne legyen teljesen ismeretlen, erre nagyon-nagyon hasznos volt a Zsidó Tudományok Szabad Egyeteme, és ezek a minden este, amit tanítunk a Facebookon, az szintén az a célja, megnyitni a zsidóságot mindenki elől,
hogy ismerjenek és kóstoljanak vele. Ugye én direkt azért csinálom minden este másik témát, hogy adni lehetőséget, legyen egy kis választék, hogy valaki egy általános témát, valaki a zsidó misztikán keresztül, a Zoháron keresztül, halaká, zsidó történetek, haszi történetek, szóval mindenféle dolog is, ez nagyon hasznos lesz. Nem zsidók is részt vesznek a JTS-en. A zsidókat célozza meg, mert nekik olyan fontos ismerni minden részletet, de szerintem mások is vannak. Csak ott nem láttak olyan nagy eredményt, mert ott nem olyan nagy gond, ha valaki nem ismeri. Egy zsidó, aki nem ismeri a saját hagyományt, az sokkal, sokkal jobban sajnálom. De lényegében minden embernek fontos, hogy legyen egy kicsit egy nagy képe a különböző vallásokról, mert lényegében az antiszemitizmusnak is a legnagyobb támogatója az antiszemitizmusnak az a tudatlanság, ami a zsidóságról, a zsidók és a zsidóságról szól, mert az emberek akkor elhisznek mindenféleket, ha nem ismernek a zsidóságot. Mi lesz a zsilip jövője, hogy bővül? Én úgy tudom, hogy ott még sok program, sok mindent terveznek oda. Gondolom, hogy most a világjárvány egy kicsit megakadályoztatta az egész világot, akkor itt is egy kicsit át kell tervezni, mindenképpen a dátumokat át kell tervezni. Szerintem nagyon jó helyen van, és a Glici Rabbi nagyon tehetséges, nagyon barátságos, és szerintem nagyon óriási potenciál van ott. Szoktad mások előadásit hallgatni, hogy én szoktam elhallgatni? Be kell vallanom, hogy nem igazán, kivéve a feleségem, amikor ő tanított, ő bemutatta a mikvet, aztán bemutatta a kóser konyhát, akkor hallottam, figyeltem, mert utána akartam beszámolni neki, hogy mi volt jó, mi volt még jobb, de másokat nem nagyon hallgattam, mert amikor szabad időm van, mindig van tanulni valóm, vagy kutatni valóm, vagy most például utolsó simítások vannak a zsidó naptárban, a jövő évi naptárnak, és el vagyok idő foglalva. Most van egy Lászlónak van kérdés, Szentföldön jártak a zsidók a földközi tenger mellett. Mert én most nem tudom, hogy ír-e erről a Biblia, ha nem, akkor miért? Természetesen a Biblia nagyon sokat ír erről, hogy mi volt ott a tengernél, 40 évig jártak a sivatagban, 1000 évig éltek Izraelbe, minden le van írva a Bibliában. Mit jelenthet a kvázi zsidó vallásból kialakult kereszténység? Mi lehetett az örökölt célja, és mi a konzekvenciája? Hát a kereszténység, ez egy másik vallás. Igaz, hogy az első keresztények, vagy ős keresztények talán szoktak őket nevezni, az a zsidóságból indult, zsidó köréből indult el, hát Jézus természetesen zsidó volt, de a kereszténységnek az alapjai, azok már nem a zsidóság alapjai. A zsidóságban a cselekedet a legfontosabb, a micva 613 parancsolat, a kereszténység úgy tudom, hogy nem, de valójában én nem szeretnék beszélni, előadásokat tartani más vallásról, mert ez nem az én szakterületem. Én igyekszem tanulni, tanulmányozni, kutatni, elmélyülni a zsidó vallásban, és arról szívesen beszélgetek. Stern Gyuri, elkezdődött a bűnbánó imák, hogy tudnék kérni a Szlichat imakönyvet? A
Igen, ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Tavaly épp a szlíhatra van a bűnbánó imák, ami egy héttel Rosh Hashana előtt szoktuk minden reggel mondani, és tavaly megjelent először magyar nyelven ennek a teljes szlíhatnak a fordítása megjelent. Ha érdekel, akkor írjál egy e-mailt info@zsidó.com-ra, vagy inkább posta@zsidó.com-ra, és kérje el, hogy utánvétellel küldjek el neked egy példát. De ha Budapesten jársz, és szólsz nekem előre, akkor én intézkedem, hogy elhozzák a Vasváriban, és akkor fogod tudni átvenni. Egyébként már kérdeztek többen, hogy ez a jidis-magyar szógyűjtemény hol lehet elérni. Ez is olyan, hogy a Vasváriban, a zsinagógában reggel ott lehet ezt kapni. László azt is írja, hogy Maimonidesnél most volt szó a jövendelésről, a messiási jövendelésekről mi van. Hát a messiási jövendelés azt jelenti, az, hogy a messiás el fog jönni, ez isteni profécia volt. Már Mózes is említi, a proféták többet említenek, és az Isten ezt elmondta, hogy ez lesz, és várunk, hogy minél hamarabb legyen. Gondolom, hogy itt utaz a Rambam Maimonides egy fejezeti programra, ami szintén egy nagyon-nagyon jó program. Minden héten ugye 7 fejezet kerül fordításra hanganyagban, vagy videóban, vagy hangfájlban, és nagyon-nagyon hasznos, mindenkinek ajánlom. Hi, mit szólsz, hogy most egy fiatal lány is készített videóutasításról, és ahhoz, hogy mások is fognak, remélem. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, lényegében ez egy bátorság, és örülök ennek a bátorságnak, és fontos a ilyen sütésről, pláne a kóser ételekről. Én nagyon-nagyon támogatom, és nagyon örültem ennek. Hát Chaim, ez egy érzékeny kérdés, írsz itt le, hogy vagy az arab nyelvvel és más régi nyelveken. Hát egy pár régi nyelvet ismerem már, tudok jól héberül, arami nyelven elég jó, az alapszinten, de elég jó, jó alapos alapszinten, és mindenképpen szeretnék meg megtanulni az arabot, ez régi vágyam, de hát mindig átalakul az élet, és most megint nem lehet itt a járvány miatt, én nagyon vigyázok itt a járvány kapcsán, nekem azon kívül, hogy Amerikában meghalt az elsőnek a testvére, amit a járványban, 63 éves volt, akkor Izraelben egy hónap alatt egy 60 éves, egy 58 éves, két hónap elsőnek a testvére, és annak a fia 38 évesen hunytak el. Én nagyon vigyázok itt a járványban, de hál' Istennek Magyarországon elég jó a helyzet, hál' Istennek, hogy van egy nagyon szép udvarunk itt a Vasváriban, hol a szabadban imádkozunk, még maszkkal is, szóval nem félek, de úgy elmenni a tanárhoz, hogy egy zárt területen tanuljunk, azt most nem a legjobb idő. Tamás azt írja, ha már zsétélsz és zsidók részvétele, illetve egy egyáltalán az online tanítások, nekem úgy tűnik, hogy a hit gyülekezetének tagjai igen komoly arányban vannak jelen, ez ugyan nem ide tartozik, de ahányszor Jeruzsálembe járok, és magyar turisták azonban, viszont mi lehet ez a nagy érdeklődés részükről, én nem tudom, én örülök mindenkinek, aki a zsidóság nem zárt, és hál' Istennek nagyon sok zsidóhoz jutott el a Facebookos tanítások, és ennek nagyon-nagyon örülök. László, köszönöm a válaszokat,
akkor a messiási jövendelés nem baj, ha mindig várjuk az időt is, mondjuk is. Nem értem, miért lehet baj, ha ez egy isteni profécia? A messiásnak az eljövetel az egy isteni profécia, ez egy alapelv a zsidó vallásban. Ez nem lehet probléma. Probléma az, hogy valaki saját önkéntesen kitalál jövendeléseket, és minden az problémás. De amikor az Isten elmond valamit a jövőről, mi lehet azzal a probléma? Tamás, hogy vannak a fiaid Amerikában, még mikor jön vissza? A legfiatalabb már visszajött, az Almi fiam, aki azt hiszem 17 éves, ő most visszamegy a Jösivában vasárnap, New Yorkban van, és Baltimoreban megy vissza a Jösivában, ott is nagyon jól meg van szervezve, nagyon szigorú, zárt, teljesen steril lesz a hely, nem lehet bejönni, csak tesztel, stb., és akkor jól fognak tanulni, rendes menetrend szerint. A nagyfiam a Laser, ő most Olaszországban van, Kalábriában, és segít az apósomnak, a nagypapának az etrogokat a nagy ünnepekre, és utána majd jön haza, és utána majd látjuk, lehet, hogy megy Moszkvában, a Jösivában segíteni a tanításnak. Üdvözlöm a Chabad messzi földről. Chaimnek még egy kérdése. Mi van a Jösivákkal a különböző országokban? Hogy hat rájuk a COVID? Mondta, amikor ez a nagy lockdown volt, amikor minden zárva voltak, a természetesen a jesivák zárva voltak, de a Chabad jesivák mindenképpen átálltak online tanításokra, és nagyon-nagyon jól működött. Láttam a mi két fiaim, ott ültek a számítógépnél, és ment a tanulás. Igaz, egy picit nehézebb volt nekik, mert ők 6 óra eltérésben volt nekik a tanulás, de mindenképpen nagyon jól ment, de nem lehet összehasonlítani ez egy személyes atléttel, mert a hangulat is kell, ezért visszaengedtem őket a Jösivába, természetesen vigyáznak, és mi is sokat imádkozunk értük. Szintén Maimonidesnek, Bálintnak a kérdése. Szinte Maimonidesnek volt szó a héten, csak az angolt tudom bemásolni. We may not build temples in order that many people may enter as they do. Kérdés, ide tartozik a mai életben ezek a színházak, stadionok, koncerttermek. Nem tudom pontosan, miről van szó. Idehozom a Maimonides-t, és ránézek akkor. Hál' Istennek nekem nincs könyvtáram gyűjteményem, mert összes könyvem, ami van, az arra való, hogy a tanulásnak való. Akkor 11. fejezet, 1-es. Én nem hallgatom, hogy hát oda van írva, hogy ne építsünk bálványtermeket, sok bálványtermet ne építsünk. Ez az, ami tilos, amit Maimonides mond. Ez nem jelenti azt, hogy ne építsünk egyáltalán termeket. Színházak, vagy ilyesmi, ez a kultúrának a kultúrának kell. Természetesen én nem megyek ilyen helyekre, mert ha van időm, akkor nekem más a kultúrám, nekem a kultúrám a tanulás, az elmélyülés, a tudás, de vannak emberek, akik erre mennek el. Én csak mindig azt mondom, hogy egy picit tiszta azzal a szóval, nem lenne ott a eltérő témák, aminek nem örülök. Maga a kultúrának nem a világ vége, embernek kicsit kikapcsol.
kikapcsol, de hát a Tóra tanulás az sokkal, sokkal jobb. Chaim, hogy hívják azt, ahol zsidó lányok tanulnak? Leány Jesiva, igen, van leány Jesiva, de nem annyira használnak a Jesiva szót, de lehetséges. Nagyobb lányok a seminary, körülbelül ez iskola, érettségig, érettségi után vannak szemenerig, valami felső oktatási tanulási programot nyújt. Nostradamus, vagy bárki láthat a jövőbe, mint földi halandó? Hát, ez a Nostradamus, már sokan írtak róla, hogy nagyon sokszor ilyen két vagy három értelmű szöveg van, és utólag belemagyaráznak, hogy pont erre gondolod, arra gondolod. Én nem vagyok biztos, hogy tényleg egyértelmű jövedelésről van szó, mert ilyen több értelmű szöveget, és akkor egy részre azt mondja, tessék, ez erre gondolt, arra a háborúra, arra, hát az nem egy igazi jövedelés. De hát, mondom, érdeklődés, beleolvastam, de nem mondanám, hogy én szakember vagyok ennek a témának. Chaim, én nem jártam jesivába, milyen ad egy nap? Hogy néz ki egy nap? Miket tanulnak? Zene, sport, matek, internet, robottudomány, AI. Hát, a jesivában általában azt lehet mondani, a zsidó jog, zsidó filozófia és zsidó és biblia tudománynak. A zsidó jog az két részből áll, a Talmud tanulás, illetve a halacha, Maimonides, a Shulchan Aruch, vagy ilyesmi. Zsidó filozófia, például Chabad Yeshivában ez a haszidizmus, ami van benne misztikus rész is, van benne mély filozófiai rész, van benne még akár pszichológia is részben, bibliatudománynak, azok bibliatudománynak, és erre megy el az egész nap. Lényegében a jesivát az úgy kell elképzelni, mint egy ilyen felső oktatási intézmény, és erre a két fő tárgyra koncentrálnak, a zsidó jogra és zsidó filozófiára, és hogy egyszer valaki csodálkozott, általában jog és a filozófia, az ember, aki felveszi a jogot az egyetemen, nem jár filozófiára, de hát itt mind a kettő nagyon fontos, de valójában a nagyobb hangsúly jesivában az a zsidó jogra, és még jobb, ugye szokta, vannak olyan kifejezést a jesivának, mint rabbi képző, a jesiva az igazság, az egy ilyen zsidó képző. Ahhoz, hogy egy igazi, öntudatos zsidó legyen neki alaptudása, legyen neki saját meggyőződés és minden, erre nagyon-nagyon hasznos a jesiva. Nem beszélve arról, pont azért, mert a jesivai nap az egy nagyon hosszú nap. Reggel 6-tól, 7-től, este 10-ig, éjfélig, akkor az ember igazán megtanul, hogy és rájön, hogy mennyi energia van, mennyi lehetőség van a fejében, mennyit képes tanulni, és aztán az ember elmegy más utána más dolgokat tanulni, akkor tudja már tapasztalatból, hogy 10 órát tanulni az egy normál dolog, és akkor az ember így tud előre haladni. A többi dolgokra ott nem nincs olyan nagy hangsúly, zene, sportra, ott nincs olyan hangsúly ezekre a dolgokra. Mi van az Éruvval? Az Éruv halad, ugye, hogy Pest neked egy szép részet, majd úgy fogunk ezt kialakítani, hogy olyan legyen, mint a körbe lenne kerítve, és akkor szabad lesz Sábeszkor hozni, vinni, ami nagyon-nagyon hasznos lesz. Először hasznos lesz azoknak, akik nem tartanak teljesen a szombatot, és akkor, ha valami marad a zsebükben, nem fognak megszegni a szombatot, és nagyon hasznos azoknak, akik szigorúan tartják a szombatot,
ha akarnak elvinni a zsinagógában egy imakönyvet, vagy akarnak kis babával sétálni az utcán, akkor minden további nélkül, mondom, ez még van egy kis munka, de hál' Istennek előre haladunk. További kérdés Haimnak. A három darab könyvet vihet magával egy zsidó, mondjuk a marsra, még három kötetet vigye. Nézzük meg. Imakönyvre szükség van, mert minden nap kell imádkozni. Nem hasznos, az ember fejből imádkozik, kihagy szavakat, nem tudja olyan jól koncentrálni rá. Szóval imakönyvet mindenképpen, vigye magával egy Talmud kötetet, mert akkor a marsan biztos, hogy rengeteg szabad ideje lesz, és akkor képes lesz sokat tanulni, vihet magával a Shulchan Aruchot, egy kötetet, és azt végig átvenni, és vihet magával egy tanyát, ugye a haszidizmus, a zsidó filozófiát, vagy a haszidizmus, még más könyvvel. Tudom, hogy most 3+1-et mondtam, nem 3-at, de hát legyen egy kis választék. Ján írja, több Shulchan Aruch létezik írásos formában, például Josef Káro. Mit jelent a több Shulchan Aruch? Josef Káronak a könyve, annak az a neve Shulchan Aruch, a terített asztal. Ez a Shulchan Aruch. Az ki lett egészítve a Krakói rabinak a jegyzetével, a kiegészítette. Annak van ennek egy rövidítése, a Shulchan Aruch kivonata, egy kézikönyv készült belőle. De egy Shulchan Aruch van, nincs több. Nincs több ennél. Haim, akik itt vagytok, kik nézik, hallgatjátok Baruch Rabbi napi üzeneteit, baruch.tfilin.hu. Hát, itt a reklámnak az ideje, ugye minden nap küldöm egy kis videót WhatsAppban, általában esti órákban egy rövid üzenet, két és fél perces, de nem több, mint 3 perces kis tanítás minden nap, vagy valami aktualitásról, heti szakasz, ünnep, vagy valami más. Aki szeretne kapni, írjan nekem e-mailt, oberlander@zsidó.com, de erre szükség van, hogy legyen neki okos telefonja, és használjon a WhatsAppot. Akinek nem, akkor a baruch.filin.hu-n ott lehet találni minden nap a legújabb napi tanítás. Azt hiszem, hogy 108-nál tartunk. Örülök, lehet tovább küldeni, jelentkezzetek. Mi a Krakói rabbi története, aki most járt itt? A Krakói rabbi története, ő egy ősrégi Lubavicsi családnak a gyereke, az a neve Gur Árje, a sok nemzedéken keresztül Chabad Hasidok voltak, és ő ugyanúgy, mint én idejöttem Magyarországon a Rebbe küldetésében, ő pedig elment Krakóban. Minden városban lényegében lehet, még nagyon is más a munka. A Krakóban normál időben, nem hiszem, hogy idén nyáron voltak olyan sokan, de normál időben sok-sok ezer fiatal jár Krakóban, mert Krakó az az utolsó állomás Auschwitz előtt, és akkor ő gondoskodik, hogy legyen kóse, legyen zsinagóga, legyen tanítása, valaki akar tanulni, és ilyesmi. A helyi közösség nagyon pici, ő velük is foglalkozik, de hát szervezi a zsidóságot, hogy azoknak, akik oda érkeznek. És ők neki a sógara itt lakik, a Glitzenstein rabbi, és akkor jött őt meglátogatni. Hát 111 üzenetnél tartunk, köszönöm szépen. Itt van a link, akkor a reklámnak a teljesen megvolt, és lehet onnan hallgatni, és lehet kapni egyenesen WhatsAppon. Ennek az a feltétele,
le kell menteni az én telefonszámomat, és én majd lementem a te telefonszámodat, és akkor küldök minden nap a tanítás. A 2-3 perces tanítás, annak az a lényege, hogy nem kell megszakítani a napot, mindig van 2-3 perc, ami fölösleges, amikor az ember ráér hallgatni, és utána az jár az ember fejében, és akkor ez még az ember gondolkodik rá, átrágja, és ez a hasznos ennek. Igaz, hogy a másik oldal nagyon hasznos, hogy az ember tanulna a tórát 1-2-3 órát naponta, de minden nap egy tórai gondolt a fejében az energiát, felfrissíti őt a zsidóságában. Chaim, hogy zajlik mostanság egy esküvő, például még most lesz hamarosan? Hát kétfajta esküvő van. Vannak a kis esküvők, eleve vannak ilyen családi esküvők most a járvány ideje alatt. Nagyon sok család saját udvarukban tartottak esküvőt. Ez az egyik lehetőség. A következő lépés nem egy olyan kis esküvő, ahol 10-20-an vannak, hanem akár 50-100-an, de mindenképpen egy nagy szabad területen, ami maga az a szabad, a levegő változik, az védi az embert. És a harmadik, vannak olyan, akik időjelben mondom, hogy bátrak, akik vállalkoznak egy esküvőre zárt terembe, óvatos kell lenni ilyesmivel, és reménykedni kell, hogy tényleg mindenki, aki eljön ilyen esküvőre, az tényleg egészséges lesz, és nem fog elhozni a betegséget, de erre van a maszk, ami szintén segít, vagy egy nagy teremben nem sok ember, és akkor van a védőtávolság, ezek a lehetőségek vannak. A lényeg, hogy legyen házasság, legyenek boldogok, és az élet ne állja meg, hanem menjen az élet előre. Egy mondattal szeretném visszatérni a Maimonides projektre, hogy egy nap egy fejezet, az egy három éves projekt, a picivel kevesebb, mint három év, és az a jó ebbe, hogy három év alatt minden törvény, ami van, minden halacha szabály, ami van a zsidóságban, ott az benne lesz. Mert én Maimonides mindenen átment. Átvett mindent, és nem nagyon hosszúak. Szerintem a hosszú fejezet az se több, mint 30 perc, 35 perc. Nagyon-nagyon hasznos, ezt ajánlom mindenkinek. És így az ember rengeteg tudást tud az ember összeszedni ezzel. Hallgatsz zenét? Mit? Én szívesen hallgatnám zenét. Volt egy idő, amikor úgy gondoltam, a tanulás közben egy kis háttérzene, és ha igen, akkor főleg ilyen haszid zenét lehet hallgatni, de aztán észrevettem, hogy a tanulást az zavar engem. Nekem csend kellett legyen, csak az én hangom, csak az én gondolataim legyenek a levegőben, ezért én igazán nem hallgatom zenét, és be kell vallanom, én nekem nem nagy a, nincs nagy tehet, zenei tehetségem. Van egy olyan családi hagyomány, nekem a apámnak a nagyanyja, nem, a nagyapámnak a nagyanyja, Oberlander oldalról, az Kanizsa, magyar Kanizsán éltek. Ugye ez most Szerbia, rögtön a magyar határtól. Azt hiszem a határtól 7-8-9 kilométer. És a történet úgy szól, hogy ott Kanizsában volt egy zsidó fiók, aki nagyon tehetséges volt, zenei tehetsége volt.
már gyerekkorában észrevették, hogy milyen nagy, milyen komoly zenei tehetsége van. És fejlesztették, és természetesen bár micva után nem küldtek a gyereket jösívában, hanem küldtek őt konzervatóriumban tanuljon zenét, aztán Budapestre jött fel, ösztöndíjas is minden, szépen haladott előre a zenei karrierben, és sajnos a zsidóság kárára. A végén az előrehaladáshoz szüksége volt, vagy legalább ő úgy gondolta, hogy szüksége van, hogy térjen ki a zsidóságból. A nagymama, amikor ezt látta, azt mondta, imádkozok, kérem Isten, hogy nekem az én leszármazatom ne legyen zenei tehetsége. Honnan tudom, hogy ez a történet igaz? Mert a legtöbben a családunkban, nem tudom, nagyon sokan a családunkban nincs nekik zenei tehetségük, ezért elhiszem ezt a történetet. Én nem mondom, hogy mindenki, vannak ennek nagyon jó zenei tehetsége van, de nekem nincs, és jó, hogy szép, szívesen hallgattak, ha szép, ha van neki tartalma, vagy ilyen haszid dallam, abban nagy lelke van, nagy mélysége van, de nincs igazi zenei tehetsége. Aztán kapcsolódik még egy dolog ehhez, hogy női éneklést nem lehet hallgatni, az egy picit korlát, de hát jó, természetesen a haszid zenén belül nincs ez a probléma, de a világzenét szeretném hallgatni, akkor már válogatnom kell. Chaim, egyszer hallgass meg Kavasi Iciket, megéri. Nekem nagyon tetszik, érdekes lenne, ha te is kérdeznél tőle ott valamit. Jó, nem zárom ki, én nekem nincs semmi az ennem ellen, csak nincs nagy tehetségem ehhez. Mi alapján kerültek az előadók kiválasztására, miért nincs női előadó? Hol nincs női előadó? JTS-en van női előadó, a feleségem tegnap előadott, és ma is volt a Nógrádi Sára, a zsidó otthon és az ünnepek női szemmel. Holnap van még a Steiner Zsófia, volt női előadó is. Szóval kikérem magamnak ilyen vádakat vádolni engem. Milyen a haszidok viszonya a világi dolgokkal, mint például a sport, színház, kultúra, stb. Hát egy kicsit beszéltünk már erről. A zsidóságnak az az alapelve lényegében, hogy minden dolog, amit az ember, ami által az ember jobban tudja szolgálni Istent, az pozitív. Például a sport. A sport az nagyon hasznos, hogy az tartja az embernek az egészséget, az nagyon fontos. A torna, a sport, az nagyon fontos. Hát nézni egy meccset, ha az ember használja ezt kikapcsolódásnak, és utána vissza tud menni a tanuláshoz, akkor az se egy rossz dolog. Hát minden dolgot meg kell nézni, hogy közelebb hozza az embert a komoly élethez, az Isten szolgálathoz, vagy nem. Bálint. Az, hogy dőlt el, hogy Magyarországra jössz a feleségeddel? Te döntetted el, vagy a rebbe, hogy fokozatosan alakult ki ez a gondolat? Ez egy hosszú történet, lehet, hogy valamelyik vasárnap este, hogy térünk rá vissza, hogy ez hogy történt, és akár kicsit az első időben. Lényegében valaki felhozta az ötletet, írtunk a rebének, kértünk a rebének a véleménye a témában, és ha úgy gondolod, igen, akkor adjon áldást erre. És mi azt kérdeztünk, hogy érdeklődjünk a dolog után, és ebben azt válaszolt, induljátok. Szóval az érdeklődést, amit mi tettünk fel, abban lett az a válasz, hogy induljátok. Mi házasodtunk március végén,
augusztusban már itt laktunk Budapesten, ami azt jelenti, hogy tényleg elég gyorsan indultunk, és azóta itt vagyunk. Chaim azt írja, itt a Facebookon nincs női előadó, az igaz, de itt nincs, de a Muszi lányomnak van egy Facebookos csoport, van, ahol nőket tanítja, az egy zárt körű csoport, de lehet ott jelentkezni és fogadja az embereket, szóval nincs itt elvi, ez nem elvi gyakorlatban. Már többször kérdeztem a Muszi lányomat, miért zárt körül, azt mondja, hogy így jók, mert akar Haim, és azt jelenti, maguk között beszélnek meg a dolgokat. De nem elvi szinten van ez. Angel, Nicole, sőt, ma az előadást a rabbi lánya tartotta. Nem a Sára tartotta? Jó, lehet. Tessék, akkor itt a válasz. Itt a válasz. Az is igaz, a rabbik tanítanak, de a rabbik is tanítanak, és Rebecenek is tanítanak, szóval mind a kettőtől természetes a tanítás. Én szerintem a Muszi lányomat még lehet rávenni arra, hogy egy nyitott csoport legyen, vagy esetleg mást órát is tartson, nagyon lelkesen készül, gyönyörű szépen beszél magyarul, már itt született, szóval ez nagyon hasznos lesz, de szerintem a Nógrádi Sára is képes tanítani, a Bacsev is képes tanítani, és vannak mások is. De egyelőre valahogy a rabik, a bátrabak. Én mondom, hogy nem is tudtam, de a Facebook, hogy működik. Ma is annyit tudom, hogy kell belépni, megnyomni a live gombot, go live, és kezdeni tanítani, és aztán befejezni az órát. Ezt én is megtanultam, de nem mondanám, hogy az egész életem most a Facebook körül folyik. Hogy tudnék jelentkezni csoportokban? Szerintem vannak a korábbi gucsábeszekben voltak hirdetések, hogy lehet jelentkezni. Ján azt kérdezi, mikor tetszett ilyen jól megtanulni magyarul, és a gyermekei is tudnak? A gyermekei, mondom, a Muszi lányom sokkal jobban tud magyarul nálam, tökéletes nyelvtan, nincs nyelvbotlása, aki semmi ilyesmi, tehát 31 év után én is megtanultam. Igaz, hogy otthon is hallottam, anyukám, a szüleim beszéltek nagyon sokszor magyarul egymással kint New Yorkban. Ez érdekes, ugye, mert ők elsősorban és minden sorban zsidók, a zsidó identitásuk nagyon erős volt, de mégis a fiatalkori nyelvük az a magyar is volt a jidis mellett, és ezért nagyon sokat beszéltek magyarul, még hiába ott laktak Amerikában 40, 50 és 60 éven keresztül már, a magyar nyelvet azt ők nem felejtették el. Egyszer volt az apám, itt volt, ez a 90-es években valamikor, egy hosszú nyári sábez volt, és délután volt egy Talmud órám adta Vasváriban, és az apám is eljött az órára, végig hallgatta, utána azt mondta nekem, azt mondja, Báruch, én sokkal jobban beszélek magyarul, mint te, de én nem lennék képes tanítani Talmudot magyarul, mert soha nem csináltam. Azt jelenti, a szavakat, amit ő használt, az soha nem volt ilyen jogi viták és érvelések, inkább ilyen egyszerűbb szinten használta a magyart. Azt mondta, én nem lennék képes tanítani Talmudot magyarul. Anyukám például, amikor a zsidó imakönyvet megjelentettem, küldtem neki egy példát. Úgy örült neki, azt mondja, én már gyerekkorom óta imádkozok, de ilyen jól megérteni a szöveget, azt csak most értem. Csak most értem meg jól. A fordítás,
az egy nagyon-nagyon nagy ajándék, és annak örülni, hogy a zsidóság támogatja a fordításokat. Természetesen jobb, ha az ember megtanul héberül, és akkor minden könyv hozzáférhető lesz, mert minden könyvet így se lehet lefordítani, de az, aki felnőtt korban ismeri meg a zsidóságot, neki mindenképpen nem lehet várni addig, ameddig meg fog tanulni jól héberül, hanem be kell ugrani a mély vízben, és akkor fordításban, legyen az angolul, legyen az magyarul, vagy akár más nyelven. No, akkor nagyon-nagyon köszönöm ma estét is, köszönöm a sok kérdést. Örültem nekik, remélem, hogy kielégítő válaszok voltak. Gyertek máskor is, jövő héten is, de hát addigra is lesznek órak, hónap, a heti szakasz fogunk átvenni kabbalisztikus gondolatokkal és haszi történetekkel. Gyertek, vasárnap este beszélünk a Talmud hamisításról, itt Magyarországon kicsivel több mint 100 évvel ezelőtt, de nem antiszemiták által, hanem egy rabbi által. És közben mindenkit szeretettel várunk a zsinagógában, Vasvári Pál utca 5, péntek este, 7:30-kor van ima, utána van kidús, gyertek el, kint imádkozunk az udvarban, és mindenki visel maszkot. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok!